Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. 17 napi rendi pontot tárgyalt Bátaszékváros önkormányzatának képviselőtestülete szerdán. A testület elfogadta az önkormányzat gazdasági társaságainak a 2021-es év első fél évéről szóló pénzügyi beszámolóit. Ezen kívül a bátaszéki székhelyű civil szervezetek támogatását is megszavazták. 13 szervezet részére mintegy 3,8 millió forintot osztott fel a képviselőtestület. Mindenkinek a kérelmét, igényét maximálisan tudtuk szerencsés módon támogatni. Így mindazokat a feladatokat, amelyeket erre az esztendőre, tehát 2021-re terveztek, reményeink szerint önkormányzati támogatás segítségével meg is fogják tudni valósítani. Emellett a város parkolási koncepcióját is elfogadta a testület. Ebben megfogalmazták azokat a pontokat is, hogy a lakossági igények figyelembevételével hol szükséges még parkolót kialakítani a város területén. Ezt a munkafolyamatot idén már elkezdték, a Szabadság utcában és a Kossuth-Lajos utcában hoznak létre egy-egy parkolót. Az ülésen döntés született arról is, hogy a nemzetiségek közösségi házai környékén is alakítanak majd ki leállókat. Arról is döntöttünk, hogy fenntartjuk, hogy nem lesz fizetős parkolás Bátaszéken. Volt erre elképzelés és felvetés, hogy a Budai utcában, illetve a Bezeredi utcában ezt tegyük fizetőssé. Végülis a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem lesz fizetős parkolás Bátaszék közigazgatási területén jelen pillanatban. Bátaszék városa a 2021-es évben összesen mintegy 1,4 milliárd forintból gazdálkodik.